Kezdődik a második félidő a vendégeknél a labda. Lilov, Csirics. Négy pontra jöttek fel végül a szegediek az első félidő végén, és most már csak kettő a különbség. Sulavics szerzett egy újabb duplát. Ubija, Szabó, Norfleet. Egy szép ejtés ment biztosítani Drungilas. 9 pontnál Ubija. Boltics, Lilov. Eléggé mellé szállt. 48-44. Norfleet. Nem tudta jól visszapörgetni, de Drungilas elhozta a pattanót. Szabó pedig dob egy duplát. Ezzel átlépi a 10 pontos határ. Szabó Zsolt 11-nél tart. Volt közt egy tripla is. Sulavics. Lilov. Egy távoli vágvölgyitől a gyűrű tövén landol. 50-44. Vágvölgyit kell valakinek fogni, ezt kiabálta közben Szabó Zsolt. Kint volt a láb. Valószínű, hogy ezt mutatta Szabó Gergő. 50-44-nél támadhat az ETE. Legutoljára két együttes idén február 16-án találkozott. Van egy szabálytalanság körben Vágvölgyinél. És akkor a Zete nyerni tudott a Tisza partján 76-65-re. De hát alaposan kicserélődött mind a két együttes. Norfleet emeli. Nem megy be. Elsőre úgy látszott, hogy talán még a felpattanó labda visszacsorog a kosárba, de végül oldalt jött le. Egy tripla. Sulavics másodszor talál be távolról, hogy minden igaz, akkor háromszor próbálkozott a 675-ös mögül, és ebből kettő célba ért. Benke. Drungilas. 12 pontos Adamas Drungilas, 52-47. Csirics. Boltics. Sulavics föl is tehette volna. Boltics. Túlcifrázták. Meg lehetett volna talán egyszerűbben oldani. És akkor lehet, hogy biztosabb a két pont. Gyönyörű szerelés! Szabó pedig még el is hozza. Itt meg létszámfölény. Nem jól jöttek ki belőle az egerszegiek. 3-1-ben vihették a szegedi palánk felé a labdát. Ubija elvállalta. Ha bedobja, nincs semmi gond, így kiperdült, és Szabónak még faltolnia kellett, hogy ne tudjanak gyorsan fordulni a vendégek. 3,5 perc már eltelt a harmadik felvonásból. Boltics. Lilov. Benke.
Rungilás jön zárni. Nagyon sok technikai hiba mind a két oldalon. Jön Juhos Sulovics helyére. 52-47, kevesebb mint 6 perc még. Egy szép átadás és egy dupla közben Juhostól. 9 pontos Juhos Levente. Ubija. 3-as közben a falt. Még dobhat egyet. Emmanuel Ubija. 12 pontnál Juhosnak ez a második faltja volt. És egy 4 pontos támadás lehet belőle végül, ha bemegy a plusz 1. Adomas Rungilas helyére jön Mohácsi, illetve érkezik Velke is. Ő pedig Norfleetet váltja. 55-49, és még tehát egyet dobhat Emmanuel Ubija. De 3 pontos közte két tripla, 56-49. Juhost egy pillanatra meglepte a labda, Csirics. Gyűrű tövén, és Velke is odorta le. Megvan egy rossz indítás. Boltic, Csirics. Megint Boltic, Lilov. Jól piszkált oda Velkei. Ubija. Gyönyörűen játszották végig. Nem tudom, hogy mit tett Szabó Zsolt, amiért figyelmeztetni kell. Azon kívül, hogy dobott egy duplát. Farkas Gábor figyelmeztette, hogy a folytatásban ezért technikai jár majd. 58-49. Juhos teszi tovább, Lilov. Benke vele szemben. Egy újabb hiba. Ezúttal a szegedieknél. Valamivel több mint 4,5 perc van még hátra. A harmadik felvonásból Ubija Vágvölgyi mellett lépne el. Szabó pedig bosszúból dob egy triplát. Van egy időkérés, Nikola Lazic hívja oda csapatát a kispadhoz, és megint egy picit távolabb került az ETA Szegedtől. 4 perc, 20 másodperc van még hátra a felvonásból. 61-49. Faltokat tekintve 1-2, tehát a szegedieknél van két csapathiba. Fire! Fire! Fire!
az időkérés után a szegediek jöhetnek, Csirics kezében a labda. Ubija próbálta elcsenni, aztán Csirics még reklamál egy picit Farkas Gábornál, hogy ott történt szabálytalanság is. Boltics. Juhos. Bele tudtak érni az egerszegiek, végül Vágvölgyi szedte össze a labdát, és tette föl jól. 61-51. Belkei. Benke elveszítette. Két egerszegi hiba, és már 10-en belül a szegedi csapat. Lilov szerezte a második duplát. Ubija. Szabó. Nyakánál fogva rántotta le Vágvölgyi Szabó Zsoltot. Aztán Bolticsnak írják be a faltot a tábla szerint. Hát ezt nehezen hinném. Hát egyértelműen a nyakánál fogva húzta a földre Szabót Vágvölgyi Ákos. Belkei helyére közben érkezett Norfleet. Ubija. Szépen járatták körbe, ez nem jó. Boltics. Norfleetnél a hiba. Kevesebb, mint 3 perc van még hátra a harmadik felvonásból. A Vágvölgyi helyére Virt Ádám érkezik. Oldalról pedig Lilov jöhet, Boltics kapja. Lilov, Boltics. Juhos. Mohácsi. Tizenhármas, akkor Virt, igen. Az ő neve kerül fel a táblára. Valamit látott Praks Péter. 61-53, 2,5 perc van még a harmadik negyedből hátra. Ubija. Valahogy bevarázsolta ott a kezek között. Lilov. Le a sarokba. Megvan még Mohácsi. El tudta dobni a vonal előtt, billent kifelé, Ubija közben, Mohácsi, ez rövid. Norfleet nem tudta fölemelni, ott volt közelében Csirics. Ez viszont bemegy. Norfleet is átlépi a 10-es határ, 11-3 a neve mellett. 65-53, még másfél perc a negyedből. Ubija szabálytalankodik Bolticssal szemben, aztán mehet fújni egyet, érkezik a helyére Velkei. Ez volt egyébként az első faltja Emmanuel Ubijának. A Szegednek a sorsolását nézve, nem tudom, hogy ez most jó vagy rossz szemszögükből, Csirics jó befutás után szerez egy duplát. Az első 6 meccsükből 5-ször oda-haza játszanak, és csak ide Zalaegerszegre kellett elutazniuk. Mondjuk ez azért egy komoly távolság Magyarországon belül.
Csirics elhozza, Mohácsi pedig gyorsan hátra is lép. Ugye fogadták a Körmendet, Juhas közben Boltics, most eljöttek Egerszegre, aztán Falkó, Maf, Sopron, illetve Jászberény egymás után, most fordulókat tekintve nem sorrendben jönnek, mert ugye ez a negyedik forduló, és az elsőben játszottak először, és azóta utoljára is egyben. Farkas Gábor ítélete. Vertek ki egy picit a biztosítékot. Hát ahogy nézem, akkor ez sportszerűtlen. Kivis dobhat kettőt. Az első kijön. Második bent van. 15 pontnál Andrija Čirić. És akkor még a félpálya. Meg még egy technikai is, ha jól látom. Igen. Szabó Zsoltnál van még egy technikai. Ez a negyedik faltja. Az egerszegiek magas emberének. Csirics bedobja ezt is, meg még a félpálya. Boltics. Csirics. És hibát fújnak Andrija Čiričnél. 65-57, Norfleet. Virt mellett próbált ellépni. Aztán Mohácsi futott keresztbe. Čiričet érintette utoljára a labda, 16,5 másodperc. Még a támadó időből van 11. Norfleet. Figyelni kell az órát is. ...4,8 másodperc van még. Jön Szabó Zsolt helyére Brungilász. Négy falttal nem tartja fönt védekezésben Szabót Bence Tamás. Nehogy elveszítse az egyik legjobb emberét az utolsó negyedre. Ez fújható volt. Keresztben nyúlt a játékos előtt Norfleet. Ezen nagyon nem lehet vitatkozni. Csirics dobhat megint kettőt. Hát meleg lesz még az utolsó negyed. Csirics bedobja az újabb büntetőt. 4-ből 3-nál jár itt a harmadik negyedben. 5-ből 4-nél. Úgy van. Úgy van. Még az étéje. Magára rántja, teljesen szétestek fejben az egerszegiek. Lilov még drobott belőle egy triplát saját térférről, ha jól láttam. Nem is ez a lényeg. Elszórták 4,8-al a vége előtt. Senki nem ment oda zavarni. Lehet kapaszkodni itt az utolsó játékrészben. Az összpontosítással gond van az Eténél. És nem a játékvezetőkön múlik. Nem Farkas Gábor, vagy Szabó Gergő, vagy Prax Péter
dobta a triplát mondjuk. Elkezdődött a záró felvonás, teljesen nyílt a mérkőzés még, egy triplányi különbséggel vezet az ETE. Ubija, Norfleet, Grungilas, majdnem a fogát verték ki, olyan vehemenciával érkezett Wirt. Hát, hogy eléri az arcát, akkor lehet, hogy most le kell cserélni, mert esetleg elered az óra vére. Ubija. Jó a kettes. Elhozza az Eted Rugilas. Van egy falt, Juhosnál. Csiricsnek a harmadik faltját írják ki, de hát itt Juhos tette fel a kezét. Ezt most nagyon nem értem. Ubija megint. Drungilasnak lehetett volna adni a labdát. 67-62. Drungilas, illetve Csirics akadtak össze ott a palánk alatt. Gyorsan össze is pacsisztak. Jó a kettő, természetesen. Kettőből kettő. Grungilas. Van 9-62. Lilov teszi tovább. Boltic, Csirics. Csak vissza csorgott. Šulović feltett labdája. 17 pontos Nenad Šulović. 69-64, Norfleet, Kelperfronius. Ubiják próbálták csapdázni, Drungilas, Mohácsi, ez tiszta dobóhelyzet, jó is a tripla. Mohácsi Máté harmadik hármasa, ami célba ér, 72-64, megint egy kicsit távolabb az Ete. 2 perc telt el a záró negyedből. Csirics. 20 pontos. És törölni kell. És azért nem volt jó
Mohácsi dobása szerintem, mert a labda is nedves lehet. Fölemelte, aztán csak felfele csúszott ki a kezéből, ha jól láttam természetesen. 72-66. Vendégeknél Sulovics, Csirics, Lilov, Boltics, illetve Virt a pályán. Az egerszegieknél a két amerikai fiú, Ubie, illetve Norfrid, Kelpefronius, Szabó Zsolt, illetve Drungilas. Szabó! Elhozzák a tiszapartiak. Virt. Boltics. Ezt lefigyelte most Norfleet. Egy nagy labda. És adnak egy technikait Drungilasnak. Prax Péter. Nem kell eldobni a labdát, és akkor nincs vita. Butaságokon mennek a pontok, és ezt magyarázza Bence Tamás is. Nem kell eldobni a labdát, le kell tenni a földre. Csirics bedobja a technikai büntetőért megítélt egy pontot, és hozhatják a félpályáról. 21 pontos Andrija Csirics. Ebből dobott 5 büntetőt a harmadik, illetve negyedik negyedben. Sportszerűtlen valami technikai hibákért. Ubija, Norfleet. Jó a kettes, és még Volticsnál a falt. Norfleet ezt szépen oldotta meg. Volt egy kis testes szeleni ütközés, de hát nem lehetséges. Volticsnál volt fal, de közben beszélget Prax Péterrel, hogy ő nem nyúlt oda. Ha volt is valami, akkor lökés, úgy gondolom. Ha bemegy, 10 pont közte. Jó a plusz 1. Norfleet 14-nél, Szabó Zsolt 16-nál, Ubija 17-nél, Drungilas 16-nál, tehát vannak azért jó páran egerszegi oldalon, nem a másik oldalon is természetesen. Sulovics 17, Csirics 21, ez szépen oldotta meg, ismételten Sulovics, mondtam, hogy 17-nél, ez most már 19. 77-69 az állás. Norfleet. Virt. Drungilas hagyja Szabónak. 8 pontos egerszegi előny, nincs már hátra 6 perc a meccsből. Kelpefronius. Megoldotta még Norfleet, elcsúszott. Megint Boltics néz furcsán a játékvezetőre, nála láttak faltot. Egyébként csapatfaltokat tekintve 1-5, ez van a táblán. Nagyon nem hibázhatnak már a szegediek, ha nem akarnák, hogy büntetővonal mögül próbálkozhasson a Zete. 2-ből 1 megy be. Ubija 18 pontnál, 78-69. Boltics. Hetvennyolc, 71.
Norfleet, dobják. Elment még a labdáért, Drungi László, de már kint volt a lába. Ha jól látom, akkor ezt mutatta. Jól láttam, akkor ezt mutatta Farkas Gábor. 78-71. Most érünk a zárónegyed feléhez ebben a pillanatban. 7 pontos egerszegi előny. Csirics. Virt. Norfleetnél a hiba. Ez a második csapatfalt az alaiaknál. Norfleetnek pedig a negyedik, igen. Szabó Zsolt, illetve Julian Norfleet 4-4 hibával a zetében. Csirics. Boltics. Szépen oldotta meg. 10 pontos ő is. 78-73. Hát nem dőlhetnek hátra továbbra sem az alai szurkolók. Kelper Frónius. Jó a tripla. van a táblán, most már 81-73. Valamit nagyon nem jól csinálnak ott védekezésben az alaiak, és van egy időkérés. Bence Tamás hívja oda a csapatot a kis padhoz. Négy perc, 11 másodpercről indult az óra. 81-75 az állás. Norfleet. Szabó Zsolt. Norfleet. Jön Drungilás zárni. Aztán a pick and rollt is lejátszhatták volna az egerszegiek. Norfleet. Kelper Frónius szerezte vissza a labdát. Csirics picit mérgelődött, amikor felkelt a parketről, és elcsúszott Kelper Frónius. Balázs, hát még az is benne, hogy meghúzódott, talán nem, de lent maradt a parketten ülve. Tizenhárom másodpercet mutat a támadóidőt jelző óra, ha jól látom ebből a szögből, nem olyan egyszerű leolvasni, de talán nem tévedek. Illetve 3 perc 38 másodpercet a mérkőzést jelző óra, tehát annyi van még hátra a találkozóból. 8 másodperc a támadóidőből. Szabó, dobni kell. Norfleet, elhozza Csirics. 81-75. 3 perc 20.
Šulović. Lilov. Čirić. Szépen játszották le. Nenad Šulović 21 pontos. Csak úgy, mint Čirić. 4 pont az alai előny, és ezt bármikor behozható még. Szabó Zsolt nem jó. 2 perc 45 másodperc van még hátra a találkozóból. 4 ponttal vezet az ETN 81-77-re. És továbbra is meccsben van a vendégcsapat. Boltic. Lilov. Čirić. Szabó Zsolt pedig kimegy. Ez volt az 5. faltja csapat szinten. Hát, hogy most beírták-e, de remélem, hogy nem mondom butaságot. 3 és 5. Elég sokat késik néha a nagy tábla is félve, mondom mindig, hogy mit látok, mert lehet, hogy utána váltják még át. De most 3, illetve 5 csapat hiba az Eténél, valamint a Szegednél. 3 másodperc. Hát, ha nem mutatja Bence Tamás a játékvezetőknek, akkor lehet, hogy nem szólal meg a síp. 2 perc, 5 másodperc van még hátra találkozóból ebben a pillanatban. Northfleet 81-77. Drungi László. Northfleet. 6 másodperc. Jön Velkei. Boltic. Lilov. Elérte a palánktartó szerkezetet a felpattanó labda. Hát szerencséje az Eténynek, hogy ez most nem pottyant be. Udia. Drungi László. Megoldotta. Tizennyolc pontos Drungi László. Van egy időkérés Nikola Lazicnél. 1 perc 24,7 másodperc van még hátra a találkozóból. 83-77. És az alaiak még faltolhatnak egyet. Akkor lesz meg majd a 4 csapat hibájuk. Az első negyedet 23-14-re nyerte a kék-fehér együttes, mármint az egerszegi. 28-23 volt a vendégeknek a második negyed, illetve 20-19 a harmadik. És ezzel ugye 3 pontra jöttek föl 30 perc játék után. Most 6 a különbség. Érkezik a 4 légiós. Šulović, Boltic, Čirić, illetve Lilov, valamint Virt Ádám. Az egerszegieknél Velkei, Mohácsi, Kelperfronius, Ubija, valamint Drungi László. És 1 perc 24 másodperc van még a találkozóból hátra. Lilov oldalról. Boltic. Šulović. Čirić.
Egy perc van még a találkozóból. Kelpefronius. Lilov. Sulovics nagy csatában. Grongilasszal, és van egy falt. Ubija szabálytalankodott. Ez a negyedik csapathiba az alaiaknál. Erről meséltem, hogy ezt még mindenképpen be fogják ütni. És 40,7 másodperc maradt még hátra találkozóból. 6 pontos egerszegi előny, 83-77. És van még egy időkérés. Nikola Lazic utolsó idejét kérte ki. Oldalról jöhetnek a vendégek, 40,7 másodperc, tehát ennyi van még hátra a meccsből, 83-77 a zalaiak vezetnek. Csiricsre Kelpefronius figyel. Két másodperc telt el. Ubijánál a falt. És dobhat. Sulovics már a vonal mögött, közben egy pillanatra kihívja Bence Tamás a játékosokat, oda az oldalvonal mellé. Beesik az első. Második lejön. Nem tudták megtartani, vagy visszahozni a pályára. Azért van a reklamálás, mert Sulovics még direkt neki ment egy egerszegi játékosnak. Most oda megy elnézést kérni. Nem volt ez akkora falt, amit reklamálnak az alaiak szerintem. Vissza is intett még Sulovics, hogy elnézést érte, de nem fellökte, csak nem tudom, tehát nem ezen múlik. Thank you.
Bőfél perc, ennyi van még hátra. 32,8 másodperc. Pontosan és oldalról jöhet a Zete. Talán most már megnyugszanak a kedélyek. Ubija kapott egy jó nagyot. Lilov ütött oda, ő fogta meg a kezét, tehát nem ütött. Ugye lecsapdázták volna Csiriccsel, csak ráfogott Mohácsi kezére Lilov. ...31,5 másodpercen állt meg az óra. Bent van az első. 10 pontos ezzel Mohácsi volt, 3 triplája. Illetve ez a büntető. 84-78. És bent van a második is. Lilov. Lépés hibát fújnak Lilovnál. Ütközött Kelper Fróniusszal, és ott veszített ütemet a bolgár fiú. Hát az etének már csak meg kell tartani. Ubija. Nem fogják erőltetni már a zalaiak szerintem a támadást. 85-78. 10 másodperc még. Velkei. Elhozza még Mohácsi. Nem jó. Mohácsi még ráesett egy reklámtáblára, és a Dudaszó után érkezett már csak az a dupla, amit végül is teljesen jogosan nem adtak meg. 85-78 lett a vége az egerszegieknek, de ami feltűnt azért a játékban, hogy nagyon sok volt a technikai hiba, eladott labda, kidobott oldalra, kidobott labda mind a két oldalon, hát ezen még lehet finomítani, lehet javítani, és gyorsan ránézek a papírra, hogy a szegediek majd a Falkót fogadják 10 nap múlva, október 30-án, az ETE pedig egy nappal korábban Körmendre utazik majd, és igazából ott már fel lehet majd mérni, hogy mire is lehetünk jók, mert a szezon közben is sok minden változhat, akár a játékos keret is benne van, esetleg egy sérülős, bár ne legyen. Én megköszönöm a figyelmüket, hát egy olyan igazi idény elejé mérkőzést láttunk. Az Alakerámia ZTL KK 85-78-ra nyert a Naturtex STL Szedeák ellen. További kellemes estét kívánok mindenkinek, a viszontlátásra, viszont hallásra.